nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Fizetés szerződés bont a pécsi önkormányzat, nem fejezik be a magyar-ürögi vízrendezési munkákat. A Magyar Kultúra Napját ünnepeltük vasárnap, az 50 éves muzsikás együttes adott koncertet. 20. alkalommal adták át Pécsen a Tüke díjat, Kertész Attila Liszt-díjas karnagy vehette át a kitüntetést. Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince. Siklóson ünnepeltek a helyi borászok. Szerződésbont és 21 millió forintot fizet a pécsi önkormányzat annak a cégnek, amelyikkel a magyar-ürögi vízfolyás rendezési munkálatait bízta meg még 2020-ban. Ugyanis a beruházás egy része ellen tiltakoztak az ott élők. Az ügyben a keddi közgyűlésen hozhatják meg a döntést a városi képviselők. Csobog a víz az Égerpatakban Pécsen. Itt és a magyar-ürögi vízfolyás medrében végeztek volna rendezési munkálatokat az építők egy toppos pályázat keretében. Azonban ezt most nem teszik meg, mégis fizetnie kell majd az önkormányzatnak. A Környezetvédelmi és Innovációs Bizottság tagja stábunknak azt mondta, az ügy már régóta húzódik. A magyar-ürögi vízfolyás kérdése patakmeder témája is lassan 7 éves szintén. Ott a javarésze elkészült már a beruházásnak, főleg a déli szakasza. Az északi szakasza, ahol gyakorlatilag a patak mederbe kerül, az Égervölgyi tónál, ez pedig lakossági tiltakozás okán nem fog tudni megépülni, hiszen erre most úgy tűnik, hogy nem ad engedélyt az irányítóhatóság. A magyar-ürögi vízrendezési munkák további sorsáról tárgyal majd a pécsi közgyűlés is kedden. Első lépésben megszüntetik a beruházás kivitelezését megnyerő vállalkozással kötött szerződést. A cég ugyanis még átvenni sem tudta a munkaterületnek az Égerpatakhoz köthető részét a lakossági tiltakozás miatt. Ez még 2021-ben történt. Most az önkormányzat a kialakult helyzet miatt szerződést bont a kivitelezővel. Azonban a vállalkozás az elmaradt haszon, és a már előre elkészített szerkezeti elemek miatt erre 21 millió forintért hajlandó. Erről szavaznak majd a képviselők. Az előterjesztés szerint a magyar-ürögi vízfolyás meder és partfal rendbetételi munkáit továbbra is szeretné megcsináltatni az önkormányzat. Azonban ezt már egy másik projekt keretében tehetik meg, a helyben élők támogatása mellett. Mint arról korábban beszámoltunk, az életben maradásért küzd a pécsi harmadik színház. A teátrum 2 hete megjelent segélykiáltása arra hívta fel a figyelmet, hogy az utóbbi hónapokban a színházon kívülálló okok miatt rendkívül nehéz gazdasági helyzetbe sodródott a társulat. Magánszínházként a szolgáltatóktól nem jogosult kedvezményre, így az energiaválság következtében megsokszorozódott a rezsiköltségük, soha nem tapasztalt magasságokba szögött. A teátrum megmentése érdekében civilek aktivizálódtak és indítottak kampányt. A színház vezetése várja a cégek, vállalkozások és magánszemélyek felajánlásait is. Egyelőre 20 millió forint biztosítaná a társulat túlélését az év közepéig, akkor megnyílik a következő évadra szóló állami forrás, amivel további egy évre megoldható lenne a működés. Ezen idő alatt ki lehetne dolgozni a hosszú távú finanszírozást is. A gyűjtés február 28-áig tart. A Magyar Kultúra Napját ünnepeltük január 22-én. Ebből az alkalomból az idén 50 éves muzsikás együttes adott fergeteges koncertet a Kodály Központban vasárnap este. Az 1973-ban alakult muzsikás Magyarországon az egyik legnépszerűbb, külföldön a legismertebb magyar népzenei együttes. A jubileumi előadás teltház előtt zajlott. Az éppen 50 éve alakult muzsikás Magyarországon az egyik legnépszerűbb, külföldön a legismertebb magyar népzenei együttes. Az ország kulturális nagykövetei közé sorolják őket. A Magyar Kultúra Napját a jubiláló zenekarral ünnepelték a pécsiek. Vendégművésznek Balogh Kálmán címbal most hívták meg, akivel nagyon régi és kiváló kapcsolatot ápolnak. Én 12 éves koromtól játszottam a Miskolci Javas Táncegyüttes zenekarában, az még nem egy táncházas zenekar volt, ott még írott kottából játszottuk a feldolgozásokat a néptánc alá, és jártuk a fesztiválokat, és akkor én már láttam a muzsikás együttest, és engem nagyon megfogott, hogy ők egész másképp játszanak, meg más a zene, autentikus zene, és hát mindig csodálattal néztem őket, van köztünk pár év különbség, ilyen 8
körülbelül 8 év különbség. Én egy kicsit a tanítványok is voltam. Az együttes otthonosan mozog, csak úgy a folk, népzenei és világzenei fesztiválokon, mind a komoly zenei koncerteken. Hamar Dániel vezetőtől megtudtuk, elsőként sikerült elfogadtatniuk a világban a magyar népzenét, mint önálló, minden más műfajjal egyenértékű zenei stílust. Visszatekintünk erre az 50 évre, azokat a barátainkat, zenésztársainkat hívjuk meg egy-egy koncertre, akik jelentősek voltak a muzsikás életében. Olyan zenéket játszunk, amiket valamikor régen játszottunk, ami most a szívünk közepében van. Tehát valamilyen módon ez egy visszatekintés. Ez 50 év tényleg nagyon sok, tényleg 50 év. És azt kell mondani, hogy ha valaki 50 évezőt azt mondja, hogy ezen a gyönyörűséges koncertteremben fogunk zenélni, akkor ez is meg kell várni, hogy fölépüljön, de azt hiszem inkább azt lehet mondani, hogy nem hittük volna el. A fél évszázados muzsikás számos díj és kitüntetés birtokosa, így például a Magyar Művészetér díj, a Liszt Ferenc díj, a Magyar Örökség díj, a Kossuth díj és a Prima Primissima díj. 2008-ban európai zenekarként elsőnek a legrangosabb nemzetközi világzenei díjjal, a Vomex díjjal is elismerték őket. Pécsen a Kodály Központban megtartott jubileumi koncert fergeteges sikert aratott a Magyar Kultúra napján. Ünnepélyes keretek között átadták az idei tőkedíjat Pécsen. Az elismert személyi Kertész Attila Liszt díjas karnagy lett. A rendezvény egyben jubileum is volt, amivel 20. alkalommal gyűltek össze ünnepelni a meghívottak, akiket többek között Habsburg György, az alapítvány tiszteletbeli elnökének felesége is köszöntött. Az ünnepséget a pécsi Székesegyházban és az Egyházmegye Magtár látogatóközpontjában tartották. Immár 20. éve a tükedíjat a pécsi polgárok szavazata alapján olyan személy kaphatja meg, aki Pécs fejlődéséhez példamutató tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult. Ezt a megtisztelő elismerést idén Kertész Attila, Liszt-díjas karnagy, a Magyar Kodálytársaság elnöke vehette át. Ez is nagyszerű, hogy 20. meg az is, hogy beleértem a 80-ba, de én azt hiszem, hogy ennek abban van tényleg az értéke, hogy javasolták az embert, hogy nagyon sokan szavaztak az emberre, ez hihetetlen jó érzés. És hát, ahogy itt is megköszöntem a tanítványoknak a legtöbbet, és annak, hogy tulajdonképpen a munkát mindig értékelte Pécs városa. A díjat a Tüke Alapítvány még 2003-ban alapította azzal a céllal, hogy a tisztelet és megbecsülés kifejezésére létrehozza a Tüke díjat azok számára, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak Pécs felemelkedése érdekében. Kerényi János, a kuratórium elnöke, 2 évtizedes fáradhatatlan munkájának köszönhetően valósult mindez meg. 20 évvel ezelőtt reménykedtünk abban, hogy a Tüke díjat elfogadják a pécsi polgárok. Most már tudjuk, hogy elfogadják, hisz egy olyan hagyománnyá vált, ami reméljük, hogy a Pécs város életében ez a 20 év nem múlik el nyomtalanul. A díjat 2004-től kezdődően minden esztendőben január 21-én Pécs szabadkirályi város rangjára emelésének napjára emlékezve adják át. Idén Habsburg György, az alapítvány tiszteletbeli elnökének felesége, Eilika hercegnő is köszöntötte az ünneplőket. Az elismeréseket a pécsi Székesegyházban az ünnepi szentmisét követően adták át. Ifjúsági civil szervezetek kategóriában és emlékérmek is kiosztásra kerültek. Az ünneplést, a méltatást a pécsi Egyházmegye Magtár látogató központjában folytatták az egybegyűltek. A decemberi menetrendváltás óta beérkezett utasjelzések, lakossági észrevételek, valamint szakmai döntések alapján a MÁV Start több változást is bevezett február elején. Horvátország Schengeni övezethez csatlakozása miatt megszűnt a határellenőrzés. Ez lehetővé tette, hogy a magyar-bói határállomáson a tartózkodási idők csökkenjenek, ezért február 6-ától jelentősen módosul a menetrend, és bővül a kis határforgalmi vonatok száma. Az utazások megkönnyítését is szolgáló intézkedésektől az utasforgalom növekedését várja a vasútársaság. Ezen kívül a Pécs, Villány, Magyar-Boly, Pélmonostor vonal változásaihoz igazodva néhány mohácsi vonat menetrendje is változik február 6-ától. Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince, tartja a szólás. Ennek alapja az a népi megfigyelés, hogy ha január 22-én Szent Vince napján olvad, jó lesz a szőlőtermés. Emellett sok helyen levágott szőlőveszőből is megjósolják az őszre várható szőlőtermést. Vasárnap Siklóson tartottak Vince napot a borászok, nem maradhatott el a szőlőveszők megáldása sem az eseményen. Siklóson találkoztak a helyi és környékbeli szőlősgazdák, borászok, borrendek tagjai Vince napján az akasztófa dőlőnél felállított keresztnél.
Itt áldották meg a szőlőveszőket a hagyományok szerint. Felföldi László megyés püspök az eseményen azt mondta, Jézus csodatételében és tanításaiban is többször szerepet kap a szőlő, a bor. Jézus nagyon sok példabeszédet mondott, de az emberről, az embernek emberrel, az embernek az Istennel való kapcsolatáról, mikor a legfontosabbat akarja mondani, akkor leül egy szőlőtő mellé. És azt mondja, üljetek már le egy szőlőtő mellé, és értsétek már meg, hogy miről beszélek. A megyei értékek közé bekerültek a Vince napjához köthető szokások, hagyományok. Erről beszélt Őri László. Egy olyan hagyományról beszélünk, amely generációról generációra száll. Nagyapák adják át a fiaknak és az unokáknak, és én azt gondolom, hogy ha ezt a hagyományt, ezt jól őrizzük, akkor erőt ad a következő évek, évtizedek közösséget megtartó és erősítő építkezéseihez is. Vince napján a borászok termésjóslásba is bocsátkoznak. Mindig reménykedve tekintünk előre, igazából most a csapadék, ami a legpozitívabb dolog, hogy több mint dupla mennyiség lehullott, mint ami ilyenkor szokásos. Nem lehet megmondani, hogy jósulnak vinceveszőből, lehet látni, hogy mennyi virág van benne, mekkorák a virágok, de hogy születik még nagyon sok idő el fog telni. Ugye a hagyomány szerint, hogyha megcsordul a vince, tele lesz a pince, most azért olvad a hó, csepeg az eső is időnként, úgyhogy reményteljesen tekintünk előre. Forralt borral, pogácsával várták a vendégeket az eseményre. Siklós és Villány együtt alkotja a villányi borvidéket. Mintegy 2400 hektár szőlőterületen termelnek a borászok. Ez Magyarország egyik legfejlettebb bortermelő vidéke. A személyi kedvezmény a személyi jövedelemadó összevont adó alapjából vehető igénybe. A házi orvosoknak, szakorvosoknak a tavaly kiállított személyi kedvezményre jogosító igazolásokról 2023. január 31-éig kell elektronikusan adatot szolgáltatniuk a NAV-nak. A személyi kedvezményre való jogosultságot alátámasztó orvosi igazolást a magánszemélyeknek nem kell beküldeniük a NAV-hoz, azt csupán meg kell őrizniük az elévülési idő végéig. Személyi kedvezményre egyébként az jogosult, aki a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben említett betegségben szenved, és erről orvosi igazolással rendelkezik, továbbá aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül. Ilyenkor a jogosultságot az ellátásról szóló határozattal lehet igazolni. A személyi kedvezményhez szükséges orvosi igazolást szakambulancia, kórházi osztályszakorvosa vagy az általuk készített orvosi dokumentáció alapján a házi orvos állíthatja ki. Minden harmadik napra jut egy program vagy esemény Siklóson, legalábbis a naptári napok és a rendezvénynaptár összevetéséből ez állapítható meg. A Baranyai Város ezévi kulturális művészeti rendezvényeinek kínálatáról hétvégén tartottak tájékoztatót. Siklósi Városnapok, hirdeti ez a plakát. Az idei év kulturális programjairól, eseményeiről számoltak be hétvégén. A Baranyai Város születésnapjával indul a fesztivál szezon a Tenkes alján. Amit idén második alkalommal ünnepelünk, ugye a Siklós 45 2022-ben egy félig kerek évforduló volt a város életében, egy nagy háromnapos rendezvénysorozattal ünnepeltük meg, tartottuk meg. Március vége, április eleje, ugye ez a dátum. Idén is március 31, április 1-e lesz. Idén két napos rendezvénnyel készülünk, és természetesen majd az 50. kerek évfordulóra szeretnénk megint visszatérni egy nagyobb rendezvénysorozatra, ahol már ismételten háromnapos eseményt fogunk összetenni. Az idei évben is nagyon sok rendezvényt tartanak Siklóson. Erről adtak egy áttekintést most januárban. A rendezvénynaptárról pedig hamarosan döntenek a helyi képviselők, mondja a polgármester. A képviselőtestület fogadja el a rendezvénynaptárat, de ezt látjuk, hogy egy nagyon-nagyon szertágazó és tartalmas rendezvénynaptár állt össze 2023-ban idén is. Ez a rendezvénynaptár 12 hónapra lebontva összességében több mint 120 esemény tartalmaz Siklós vonatkozásában. A szőlő és a bor a művészetekben ez a témája annak az időszaki kiállításnak, amelyen 70 művész állítja ki majd ki munkáit. Erről is beszéltek a tájékoztatón. Ezt a rendezvényt közösen szervezik Villánnyal. Harmadik nagy eseményként pedig augusztusban a Várfesztiválra várják a vendégeket Siklóson.
Baranya vármegye rendezte idén az 5-6. Korcsoportos futszál diák olimpiai bajnokság országos döntőjét, amelyre a 410 nevező csapat közül az országos elődöntőkből 11 gárda és a rendező vármegye bajnoka kvalifikálta magát. Így a korábbiaktól eltérően ezúttal nem 20, hanem 12 csapat vett részt a pécsi finálén. A 2022-23-as év diák olimpiai bajnoka a kaposvári Munkácsi Mihály gimnázium gárdája lett. Az első három helyezett csapat tagjainak ez 10-10 plusz pontot jelent a felsőoktatási felvételihez. A gimnazisták mind egyetemi továbbtanulási szándékkal, nagyon ambiciózus fiatalok, úgyhogy azt felvetődött bennük, hogy nagyon jó lenne egy 10 pontot vinni, de ugye a kettő együtt jár kéz a kézben, az első három hely és a 10 pont, sikerül minden megszerezni, maradéktalan boldogok vagyunk. Azt azért hadd említsem meg, hogy rengeteg szülő és egy-két iskolatárs is eljött rukolni nekünk, és ez azért új úterőre ösztönzött minket. Nagyon jó színvonal volt a rendezés, nagyon szépen köszönünk mindent. Ha esetleg voltak hibáink, akkor elnézést bárkitől, ha sportszerűtlenek voltunk. Még nekünk is tanulni kell ezt. A régió híreivel folytatjuk. Időközi önkormányzati választást tartottak Irek-Szemcsén, miután a képviselőtestület tavaly ősszel feloszlatta magát. A 6 független jelölt közül a 2019-ben is megválasztott Tóth Szabolcs kapta a legtöbb szavazatot. Ez ugye még ott vannak a dobozok, még itt vannak képek. Irek-Szemcse polgármestere újra elfoglalta irodáját, miután az időközi önkormányzati választáson a voksolók 42%-a gondolta úgy, hogy a 6 jelölt közül 5 szeretné a település vezetői pozícióban tudni. Az előző testület tavaly ősszel oszlatta fel magát. Tóth Szabolcs elmondta, hogy a jövőben mindent megtesztek a fejlődés érdekében. Én úgy gondolom, hogy nem a kis saját csapatommal fogjuk meghozni ezt a döntést, hiszen most nyilván mi vagyunk többségben, de ennek nem az a lényege ennek a mostani képviselőtestületnek, hogy ezt mi jöten eldöntsük. Tehát mi készen állunk mindenkivel kompromisszumot kötni, próbálunk most egy kicsit békésebb és sikeresebb testületet összehozni. A helyiek több mint 50%-a vett részt az időközi választáson. Az Országos Választási Iroda adatai szerint Tóth Szabolcs a szavazatok 42,14%-át kapta. Mindenképpen szeretnénk megpályázni idén az új iskolához az ebédlőt. Ezt azért az első helyre tettük, illetve nagyon-nagyon szeretnénk, ez egy picit régebbi álom már, de nagyon-nagyon szeretnénk egy saját feldolgozót. A feltételeket tulajdonképpen mi már megteremtettük 2022-ben, hiszen a régi óvodának az épületét azt fel tudjuk használni erre, illetve gyümölcsfeldolgozáshoz, legfárkészítéshez már megvannak a gépeink, ezeket is beszereztük, illetve a zöldségfeldolgozásra is megvan, úgyhogy dolgozni kell rajta, szerintem ez lehetséges. A rövid távú tervek között szerepel a szociális támogatási összegek felülvizsgálata, illetve az önkormányzat szeretné gyógyszer, óvoda és iskolakezdési támogatással segíteni a helyieket. Idén is gondol a bátaszéki önkormányzat a városban élő felsőoktatásban tanuló diákokra. A képviselőtestület 2023-ban is meghirdette azt az ösztöndíj programját, amit a 30 év alatti jó tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatók vehetnek igénybe. Az elnyerhető támogatás összege 10, 15 vagy 20 ezer forint is lehet. A tanulmányi ösztöndíjra február 10-ig lehet jelentkezni a polgármesteri hivatalban. 2021 óta minden évben támogatja a bátaszéki önkormányzat a városban élő felsőoktatásban tanuló diákokat. A képviselőtestület fontosnak tartja, hogy segítse azokat a fiatalokat, akik szeretnének a középiskola után tovább tanulni. Ennek a feltételei, hogy bátaszéki állandó lakóhelyen rendelkezzen a hallgató, 30. életévét még nem töltötte be, alapmester vagy osztatlan képzésen kell tanulnia a magyar felsőoktatásban, illetve az átlag, ugye, ami nagyon fontos, hogy az előző fél évi átlag, a súlyozott tanulmányi átlag a 3,8 felett legyen. A 2022-es év az aljegyző szerint nagyon sikeres volt. Közel 30 diáknak tudtak némi anyagi terhet levenni a válláról. Az ösztöndíj mértéke idén sem csak a tanulmányi eredményektől függ, többféle kategóriát jelöltek meg a rendeletben. Attól függően részesíti a képviselőtestület ösztöndíjban a hallgatót, hogy alapképzésben vagy mester, illetve osztatlan képzésen tanul-e. Alapképzésben is két kategóriát különböztet meg, 3,8-as átlag felett 4,4-es átlagig 10.000 forintot, és 4,41-os átlag felett 15.000 forintban részesíti a hallgatót egy hónapban. A mester és osztatlan képzésben 3,8 és 4,4 átlag között 15.000 forint per hó,
4,4-es átlag felett pedig 20 ezer forint per hó ösztöndíjban részesítik a jelentkező és a feltételeknek megfelelő diákokat. A jelentkezéseket február 10-ig adhatják be az ösztöndíjra pályázó tanulók a polgármesteri hivatal szociális irodáján, vagy postai úton is eljuttathatják kérelmüket az intézménybe. Dombóváron több éves hagyománya van az évindító kerekasztal beszélgetésnek. Az eseményen az egyházak, felekezetek vezetői az általuk fenntartott oktatási, köznevelési és szociális intézményekkel az adott évet érintő fontos eseményeket tárgyalják meg. Dombóvárváros alpolgármestere Kerényi Zsolt is köszöntötte annak a kerekasztal beszélgetésnek a tagjait, amely az egyházak vezetőiből a helyi felekezeti fenntartás alatt működő iskolák, szociális intézmények és a település képviselőiből tevődött össze. Az önkormányzat 2020-ban döntött úgy első ízben, hogy megrendezi az eseményt, mondta el a polgármester. Nem állami fenntartású intézményeknek a fenntartóit, illetve intézmény vezetőit meghívjuk egy kerekasztal beszélgetésre. Hála Isten, ez az asztal évről évre nagyobb lett. Ma már 34-en üljük körül ezt az asztalt, hiszen Dombóváron azt hiszem, hogy talán példaértékű az az elmúlt évek néhány változása, ami bekövetkezett. Katolikus, evangélikus egyházat követően Mátai Szeretetszolgálat és Oktatási Alapítvány is megjelent, Baptista Szeretetszolgálat is megjelent, reformátusok is bővítették az óvodát. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki kiemelte, a dombovári városvezetés törekvései összhangban vannak a kormány azon szándékával, hogy megerősítsék az egyházak szerepét a közoktatásban. Emellett Felföldi László megyés püspök elmondta, egy társadalomnak a legnagyobb feladat mindig a jövő biztosítása. És ebben a fősúlyt mindig az oktatási intézmények viszik, végzik, és az egyház jövője is azon múlik, hogy ezek az oktatási intézmények milyen minőségben tanítják, nevelik, mert mindig van nevelés is egy-egy intézményben. És én nagyon örülök ennek az összefogásnak, itt mindenki ezért van itt, hogy dolgozzon, tegyen azért, hogy ezek a gyerekek, ezek a családok, akik egy-egy intézményben ott vannak, valóban azt érezzék, hogy értük vagyunk. A megyés püspök hozzátette, hogy Dombóváron kiemelkedő az egyházak szerepvállalása a köznevelési, az oktatási és a szociális intézmények fenntartásában. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Fizetés szerződés bont a pécsi önkormányzat, nem fejezik be a magyar ürögi vízrendezési munkákat. A Magyar Kultúra napját ünnepeltük vasárnap, az 50 éves muzsikás együttes adott koncertet. 20. alkalommal adták át Pécsen a Tüke díjat, Kertész Attila Liszt-díjas karnagy vehette át a kitüntetést. Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince, Siklóson ünnepeltek a helyi borászok. Kedden a déli délnyugati területeken továbbra is szükség lesz az esernyőkre, többfelé várható eső, míg az északi északkeleti részeken kevesebb felhő lesz felettünk. Nyugaton és az ország északkeleti harmadán élénk lehet az északi északkeleti szél. Hajnalban -2 plusz 4 fok várható, míg kora délután 3-9 fokot mutathatnak a hőmérők. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!